a Magyarország is olyan kedvelt fegyvere. Hát lóról használták, a lóról nagyon előnyös, de gyalogosan is eléggé veszélyes igazából. Ezen a domború része éles a szabjának, és látható egy pokéle is még, itt is éles volt a szabja, megfogható. És ez a része is éles volt. Na és akkor lássunk vele egy tisztelgést, ugyan vigyázz, kard mindenkinek így van, mindenki szépen áll. Fiúk. Tiszte. Fiúk. Fiúk. Leg. Vigyázz, most egy kicsit életszerűbben, úgy éljétek át, legyen lendületben, hogy tényleg megyünk csatába, és akkor egy szép tisztelgést. Tiszte. Leg. Vigyázz! Átadom, mindig olyan volt, mint a két haldoklik, hát tudom, hogy meleg van, hát én az ő páncélba futkároztam, aztán mégis csinálom. Nem kell sajnálni. Vigyázz! Egy kicsit gyorsabban csináljuk. Tiszte! Leg! Vigyázz! Hát úgy néz ki, hogy ez ma már nem lesz jobb, de mindenki nagyon ügyes volt. Ez már magában nagyon szuper. Egy ilyen sereggel csatát lehet. Persze. Mint ahogy az előtt is láttam. Na. Úgyhogy nagyon ügyes volt mindenki. Jövőre is várunk. Az én pecsételemben elfogadtam egy apródot, és mindjárt pecsételem. Életegyétek rakom. Mindenki.